cáfolta Vlagyimir Putyin, hogy az orosz erők támadtak a mariupoli humanitárius folyosón menekülőkre. Az orosz elnök egyenesen azt állítja, hogy ukrán neonácik lehetetlenítették el a civilek evakuálását a délkelet-ukrajnai kikötővárosból. Szombaton az orosz erők bombázni kezdték Volnovahát is. Irina Vereshchuk, Ukrajna miniszterelnök helyettese jelentette be, hogy az orosz hadsereg nehéz fegyverekkel kezdte meg a Mariupol és Donyeck között fekvő város bombázását szombat délelőtt. Vereshchuk emlékeztet, hogy Mariupol mellett Volnohavára is érvényes volt a humanitárius folyósóról szóló megállapodás március 5-én reggel 9 órától. Oroszország tehát mindkét esetben megsértette a megállapodást, hangsúlyozta az ukrán politikus. A civilek számára menekülési lehetőséget nyújtó két humanitárius folyósó megnyitásáról a Vörös Kereszt közvetítésével előzetesen állapodtak meg Ukrajna és Oroszország képviselői. Ennek ellenére mindkét helyszínről folyamatosan támadásokat jelentettek szombaton. Az Ukrajnával megkezdett tárgyalásokról az orosz elnök azt mondta, hogy Moszkva letette javaslatait az asztalra, most az ukrán félen a sor, hogy reagáljon.